Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 29. adásában. Mai műsorunkban első vendégem Tóth István, a Kartali Team Autós Iskola felnőtt képzési referense, aki tanácsokat ad nekünk a biztonságos téli autózásra vonatkozóan. Beszélgetünk Ladócsi Lászlóval a galériájának következő programjáról, melynek keretében Péterfi Gábor Trianon reflexiói című könyvének bemutatójára kerül sor. A Mészáros Vendel által szervezett galgahévízi gazdanapra is felhívjuk kedves nézőink figyelmét. Végül pedig Kisné Gyúró Ilona az ECDL tanfolyam és vizsga lehetőség Domonyi bevezetéséről beszél majd nekünk. Tartsanak velünk! Kemény hidegek és a téli időjárás során nem csak bőrünk védelmére kell odafigyelnünk, hanem nagyon fontos az is, hogy közlekedési eszközeinkre, kiváltképpen autónkra kellően odafigyeljünk. Ezért ennek témának kapcsán hívtuk majd stúdiónkba Tóth István felnőtt képzési referenst, aki a Team Autós Iskola dolgozója. Szeretettel köszöntöm, István! Üdvözlöm én is, és a kedves nézőket is! István, ön mióta dolgozik ezen a szakterületen? Hogyan került kapcsolatba egyáltalán a Team Autós Iskolával Kartalon? 1986-ban végeztem el az első szakoktatói tanfolyamomat, és utána pedig 96-ban bővítettem kressz műszakra, viszont 91-től már tevékenykedtem szakoktatóként, akkor még a Magyar Honvédség alkalmazásában voltam hivatásos katona. Nagyon sokat autóztam én is, különféle beosztásokban, tergépkocsival, autóbusszal, több mindennel járkáltam az utakat, és úgy éreztem, hogy a tudásom átadására szükség van. A saját iskolámat 2001-ben indítottam el egyéni vállalkozóként, és utána pedig családi vállalkozást hoztunk létre, megalakítottuk a Team Autós Iskola Kft-t, amiben már a legidősebb lányomnak a férje és a középső lányom is tevékenyen oktatóként, illetve iskolavezetőként vesznek részt. Ezek alapján akkor nem csak szakmai tapasztalatokkal, hanem széleskörű vezetési tapasztalatokkal is rendelkezik. Mi az, amit egy ilyen háttérrel ön mögött tudna nekünk tanácsolni a téli időszakban? Mire kell odafigyelnünk, akár az autónk védelme tekintetében, akár pedig a saját biztonságunk tekintetében? Nagyon jó a kérdés, és nagyon összetett, ugyanis a személyi fölkészülés is nagyon sokat jelent, illetve az autó és a személy kapcsolata közötti összefüggést is nagyon föl tudja villanyozni egy-egy megfelelő mozdulat, egy-egy megfelelő tevékenység. Elsősorban azt tudom mondani mindenkinek, hogy az akkumulátora legyen rendben. Télen az akkumulátor sokkal jobban igénybe van véve, előtte ellenőrizni kell, ami még nem zselés, hanem savas akkumulátor, abban az elektrolit szintet. Ezen kívül ellenőrizni kell az akkumulátornak a feltöltöttségét, nem árt a téli időszak előtt egy 12 órás elektromos töltés, majd a sarukat is meg kell tisztítani, és mindenféle hiedelem ellenére szárazon kell tartani az akkumulátornak a saruit. Nem szabad semmivel bekenni, se ilyennel, se olyannal, ugyanis bármivel kenni be az ember a sarukat, ott már nem lesz akkora a polaritás, mint egy száraz sarunál. Ezen kívül természetesen menjünk tovább az ablaktörlőlapátokra, az ablakmosó folyadékra, a hűtő folyadékra, ez mind-mind a téli igénynek megfelelően legyen előkészítve, feltöltve, és jó minőségű ablaktörlőlapát. Ezen kívül jó, hogyha kocsiban tartanak zárolajozó sprét, mert ne jégoldót folyunk a zárakban, mert az tönkreteszi a mechanikus részeket. Kell hókaparó, egy kis puha kefe, amivel a friss havat le tudjuk róla söpörni, és nem kartoljuk össze a kocsinak a karosszériáját, meg a szélvédőjét. És ami a legfontosabb, hogy a gumikat mindenféleképpen le kell cserélni. Nem véletlenül hirdetik mindenhol a médiákban, hogy plusz 7 Celsius fok alatt ki kell cserélni a gumikat. A téli mintázatú gumiknak az összetétele picit lágyabb,
és jobban tapad télen a síkos utakon, mint a nyári gumiké. Azok hamarabb megkeményednek. Ezen kívül még mindig azt mondom, hogy mit kell tartani a gépjárműben. Kell egy pléd, hogyha netalántán valahol lerobban az ember, akkor ne fázzon meg. Nem baj, hogyha van egy kis lapát, amivel esetleg a havat ki tudja, vagy a jeges darabokat ki tudja a kerék alól szedni. És nagyon fontos, hogy mindig megfelelő üzemanyaggal menjünk. Az üzemanyag azért fontos, mert ha hóakadály van, vagy netalántán dugóba kerülünk, akkor is az autóban megfázhatunk. És hogyha nincs elég üzemanyag, akkor még gyalogolnunk is kell tartalék üzemanyagért. A személyeknek a fölkészülése pedig réteges öltözködést kíván. Mindenki úgy öltözzön, hogy az autóban, amikor beül, akkor legyen letakarítva a szélvédője, kilásson, időben indítsa be, egy pár percet járassa, és utána majd menet közben bemelegíti, viszont ne üljön be begombolt nagy kabátba senki sem, kalapba senki sem, mert nem tud úgy körültekinteni, nem tudja a környezetét annyira megfigyelni, mint hogyha egy kicsit lazít magán és könnyít az öltözetén. Melyek azok a jelek, amikből észre tudjuk venni azt, hogy adott esetben az útviszonyok mondjuk nem a megfelelő biztonsági szinten rendelkeznek ilyenkor télen? Környezetünkben eléggé szerencsések vagyunk, mert az idén még nem nagyon volt tél, pedig már téli hónapoknak a közepén járunk, és az útviszonyok azonban itt is meglepetik az autósokat. Száraz útnak minősül, viszont amennyiben a megszokottul eltérő, tehát világosabb, fehérebb színű, ott már számíthatunk deresedésre, vagy fényes az út minősége, ott már számíthatunk olyan részre, hogy nedvesség volt előtte és megfagyott. A fagyásokra, fölfagyásokra a nem szeles útszakaszokon lehet számítani, tehát a lakott területen belül, vagy erdősával védett útszakaszon, ahol a szél nem tudja előtte a vizet felszárítani. A széllel viszont érdemes vigyázni, hogyha nagyobb széllökések vannak, akkor mindenféleképpen óvakodnunk kell attól, akár a csúszós útra érkezve, akár a széllökéseket, hogy hirtelen kormánymozdulattal próbáljunk bármit csinálni. Téli autózásnál nagyon fontos, hogy finoman kell kezelni a kormányt, a gázpedált, a fékezést és a kuplungot, és mindent nagyon-nagyon finoman, körültekintően, és jóval hamarabb, és jóval több időt kell szánni rám. Mi történik akkor, hogyha mondjuk egy előre nem várt esemény következik be, ami hirtelen fékezést igényel? Hogyan tudjuk kezelni az ilyen helyzeteket télen egy csúszós út során? Hát, hogyha nincs közelünkben senki és semmi, akkor hagyjuk lehetőség szerint motorfékes állapotban az autót, tehát vegyük le a gázolnábat, és tartsuk a kormányt a lehetőséghez képest fixen. Amennyiben megpördül az autónk, akkor igyekezzünk a pördülés irányába kormányozni, esetlegesen visszakapcsolni egy fokozatot. Ha úgy érezzük, hogy gyorsabb a pördülés, akkor azonnal benyomni a tengelykapcsolópedált, a kuplungot, és ha szükséges, egy erőteljes intenzív fékezés, és utána megint elengedjük a fékpedált, ezután az autó igyekszik önmagát egyenesbe hozni. Soha nem szabad sokáig fékezni, erőteljesen intenzíven, mert azt mindenféleképpen irányíthatatlanná teszi az autót. Azért csináljuk ezt az erős fékezést, hogy a gumik csúszása következtében az alatta levő síkos rész egy kicsit megolvadjon a súrlódás hatására, majd ezután, hogyha felengedjük a féket, akkor a kerekek gurulnak tovább, és már irányíthatóvá válik az autó. Ezért fontos, hogy a tengelykapcsoló pedált ilyen esetben be kell nyomni teljesen. Amennyiben már irányíthatóvá válik az autó, akkor visszakapcsolni második fokozatba, és finom kuplungcsúsztatással, gázadással tovább tudunk haladni. Úgy tudom, hogy már léteznek olyan vezetéstechnikai tréningek is, amelyek kifejezetten a téli vezetésre specializálódtak. A környezetünkben, itt a térségben hol van ilyen tréningre lehetőség? Ami a médiákon keresztül is köztudottá vált, televízió, újságok foglalkoztak vele, a Magyaródi Hungaroringen működik egy vezetéstechnikai centrum, ahol különféle
sikos, nedves, csúszós felületeket biztosítottak, kanyarodási technikák, fékezési technikák, illetve emelkedő leküzdési technikáknak a kialakítására, hogy a kuncsaftok, akik rászánják az idejüket, hogy fölkészültebben vehessenek részt a forgalomba, azok egy pár órás elméleti képzés után a gyakorlatban is megkapják biztonságos körülmények között ezeket a lehetőségeket. Viszont nem csak a Hungaroringen, hanem sok egyéb más területen is működnek ilyen képzőszervek, akik ezzel foglalkoznak. Valamivel nagyobb sebességgel is lehet szintén zárt pályán ezek a képzőszervek bizonyos autós iskolákkal, így a témautós iskolával is karöltve gyűjtik a jelentkezőket és a kurzuson résztvevőket. Milyen anyagi vonzata van egy ilyen tréningnek, illetve mennyi időt ölel fel egy ilyen tréning? A tréningek ugyanúgy, mint egy-egy képzés az autós iskoláknál többféle szelektálást adnak. Lehet a minimálistól, tehát egy-egy két-három órás programtól kezdve egészen komoly kurzusokon részt venni. Itt mindig attól függ, hogy mit kap, vagy mit kér a jelölt. Ha a jelölt csak szeretné kipróbálni magát egy-egy ilyen promóciós feladatban, akkor természetesen az egy olyan 10.000 forint körüli összegbe kerül neki. De hogyha megkapja a megfelelő körül képzést, akkor általában olyan 25 és 80.000 forint közötti összegbe is kerülhet, a képzés nagyságától és mélységétől függően. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kedves nézőink pedig hamarosan ismételten találkozhatnak Tóth Istvánnal, hiszen egy későbbi műsorunkban is vendégül látjuk majd őt, amikor is a KRESZ változásokról, illetve a jogosítvány megszerzésének feltételeiről fogunk vele beszélgetni. Én is köszönöm, és balesetmentes közlekedést kívánok minden kedves nézőnek. Korábbi adásunkban már találkozhattak kedves nézőink Ladocsi László festőművésszel, illetve tanárúrral, akinek nemrégiben nyílt meg a Ladocsi galériája, és ebben az adásban ígértük önöknek, hogy folyamatosan tájékoztatni fogjuk önöket a következő programokról. Így hát ismételten vendégül érkezett hozzánk, és el is áruljuk önöknek, hogy milyen program kapcsán. Szeretettel köszöntöm önt, László! Kedves nézőkkel, akkor osszuk is meg, hogy mi ez a programsorozat, amire most készülhetünk. Minek a jegyében fog ez zajlani a galériában? Hát az elmúlt adásokban lehet, hogy meséltem arról, hogy ez egy régi műteremből lett átépítve ez a galéria, és amikor a pályázatot készítettem, akkor arra gondoltam, vagy többen gondoltunk erre, hogy nem csak galériaként, hanem egy ilyen kis közösségi térként is működik majd ez a terem, vagy műterem, ahol különböző rendezvényeket fog tartani, galéria esteket, vagy délutánokat. És hát ígéret szép szó, akkor most az első beszélgetős délután lesz, ugye két kiállítást már sikerült csinálni. Ennek a beszélgető délutánnak még nem találtam címet, először arra gondoltam, hogy az lesz, hogy tanítványaim, tehát mindenki nem a tanítványom, hanem barátom is lesz közte, akik majd jönnek. Tehát ezek, azt mondhatnám, hogy olyan emberek, akik valami nagyot tettek, vagy alkottak, vagy valamit elértek a szakmájukban, vagy a művészetükben, és szívesen látom őket vendégül. Tehát tanítvány és jó barát, talán ez. És hát dr. Péter Figábor lesz az első, akinek a könyvéről beszélgetünk majd szombat délután. Hát lehet, hogy furcsa egy kicsit az időpont, ugye szombat délután 3-kor, de ez olyan jó sikerült a megnyitó alkalmával, olyan sokan tudtak jönni, hogy maradtunk ennél. Melyik szombatról van szó? Ez február 11-e szombat, most benne vagyunk a farsangban, úgyhogy talán még a bálok előtt el tudnak jönni az érdeklődők, úgyhogy esti bárra még mehet. Odaérnek. Odaérnek, és előtte meg ebédel, utána egy délutáni teázás vagy süteményezés keretében egy kis beszélgetés nálam. A beszélgetés pedig ugye Trianonról fog szólni, illetve egy olyan könyvről, egy kiadványról, ami 2011-ben jelent meg, és dr. Péterfi Gábor munkájáról beszélünk. A könyv címe pedig Szabó Dezső és Fél Géza, Trianon reflexiója és külpolitikai nézetei.
Mi az, amit fontos kiemelni ennek a témának a kapcsán, László? Hát először is azt szeretném kiemelni, hogy nagyon jó érzés, hogy a Gábor a tanítványom volt, és büszke vagyok rá, hogy ilyen sokra vitte. Hát én történelem szakos tanár is vagyok, nem csak festő, és hát nagy büszkeséggel tölti el a szívemet, hogy taníthattam a Gábort még általános iskolában. Hát, hogy nagyon komoly tudományos munkát végzett, és egy olyan területen vállalta fel ezt a kutató munkát, ami egy elég érzékeny terület. És hát ez a két figura, különösen Szabó Dezső, mondjuk amikor még én főiskolára jártam, akkor eléggé tabu témának számított az ő működésük. Egy nagyon alapos elemző munkával összegezte az ő pályafutásukat, a nézeteiket, a nézeteiknek a megváltozását. És hát meghívott a disszertáció védésére, mert ezzel is megtisztelt a Gábor, ott láttam az ELTE-n, amikor igen komolyan megvédte a munkáját. És nagyon örültem, amikor ez megjelent könyv alakban. És ezért hívom meg, hogy most erről a könyvről beszélgessünk, illetve nem én beszélgetek vele, egy kedves kollégám, Homoki Gábor tanár úr, aki már egy ilyen gyakorlottabb beszélgető partnere, vagy műsorvezetője a Gábornak. Azt gondolom, hogy azt fontos megemlítenünk a félreértésekkel kerülése véget, hogy itt ugye nem egy politikai nézeteket összeütköztető beszélgetésre kerül majd sor, hiszen a könyv sem ilyen témában és célzattal íródott, hiszen mindenféle érzelmi elfogultságtól mentes kiadványa az, ami itt megjelent, és ez a beszélgetés is így fog zajlani. Igen, hát mivel a maga a beszélgetés sorozat, vagy ezek a délutánok elsősorban azokról szólnak, az alkotókról, vagy az emberekről, akik valamit csináltak. Tehát én azt szeretném, hogy, már ez lehet, hogy így furcsa, hogy először is elsősorban Gáborról szóljon ez a beszélgetés, másodszor a munkájáról, és hogy mindenféle aktualitást, tényleg nem akarom ezt, ilyen dimenzió is legyenek, hogy milyen komoly, hosszú kutató munka előzi meg a egy ilyen doktori disszertáció elkészítését, hát legalább annyi a jegyzet, mint maga a mű, és én a jegyzeteket is élvezettel olvastam, nagyon, nagyon részletgazdag és kimerítő, és nagyon komoly személyes munka van benne. Tehát elsősorban a Gáborról szól, másodszorban erről a doktori munkáról, és harmadsorban pedig erről a két figuráról, aki nagyon érdekes és izgalmas alakjai a két háború közötti magyar történelemnek. Hát persze nem megkerülhető, hogy aztán a második világháború utáni kihatását is elemezzük, vagy akár az aktualitását is ezeknek a dolgoknak, de itt mondom, elsősorban tudományos munkáról lesz szó. És érdekességképpen esetleg megemlíthetjük azt is, hogy egy francia kiadó az, aki kiadta ezt a könyvet. Igen, Gábor mesélte, hogy könyvhétre sikerült megjelentetni a disszertációt. Ez nagy dolog, hogy talált kiadót. Hát ez egy kicsit ilyen pikáns dolog, hogy egy francia kiadó adta ki, de hát hála Istennek, most már ezt is megértjük, hogy ilyen van. Így van. László, vannak esetleg már további tervek a programsorozat következő állomásait tekintve? Igen, vannak. Hát őszintén szóval egy kiállítást megrendezni az óriási munka, és ritkábban lesznek majd kiállítások. Most kettőt már csináltunk. Ugye a következő kiállítás az pünköskor lesz majd. Addig viszont lesznek ilyen alkalmak, délutánok vagy összejövetelek. Pontos időpontot nem tudok még mondani mindegyikhez, de aki jön, azt mondom, tehát márciusban lesz Galkó Balázs színművésznek egy estje, aki az Új Színház tagja, és hát ő Kapolcsi jó barát, ő a Krabbel kiállításunknak, ő volt a narrátor, a felolvasója, illetve a Krabbel könyvének ő csinálta a hangos könyv változatát. De most nem Krabbelt hoz, hanem az a címe az estjének, hogy könyvelő, könyvel ő, vagy a könyve lő. Tehát olyas, mint a Bogányinak a szongora koncertje, hogy a közönség választhat, azt hiszem, 20 műből, és akkor ő ezt felolvassa éppen, amelyiket kérik. Ez lesz egy márciusi alkalom. A következőnek tudom az időpontját is, mert ő szintén egy tanítvány, és ő precíz ember, meg külföldön is van, meg rengeteg helyen szerepel. Úgyhogy már beírtuk a naptárába, ez április 13-a péntek délután, vagy este, igen, este, ez este lesz, kivételesen. Ő egy modern kortárs táncos, koreográfus és táncművész, aki a megnyitómon is voltam kedves, egy etüdőt előadott. Itt is ez a beszélgetés róla fog szólni, tehát mit tanult, hogy tanult, milyen díjakat szerzett, milyen koreográfiákat csinált, vagy most, hogy a masterre jár, és most már külföldön is koreografál, milyen munkákat. Tehát ő most valószínűleg nem szerepelni fog, hanem beszélgetünk.
Nagyon színes akkor ez a repertoár, hiszen a színészet oldaláról is lesz olyan beszélgető partner, aki megjelenik, lesz egy író, és lesz egy táncos is tulajdonképpen. Így van, művészeti ágak. Hát hál' Istennek a terveim úgy néz ki, hogy eddig sikerülnek. Pünköskor viszont lesz egy kiállítás, ami Barabás Márton Munkácsi díjas festő, aki most már egyetemi tanár, és nem csak fest, hanem most már tudja, hogy milyen tanárként is dolgozni. Sokat beszélgettünk. Kolléga lett, igen. Ő egy zongora kiállítást fog csinálni, az lesz a cím, hogy Pünkösdi zongora, de ez meg legyen meglepetés majd erről még akkor. Aztán tervezünk egy nyári fesztivált, és hát sok barátom van, akik más művészeti ágokban is tevékenykednek, úgyhogy rengeteg minden van még a tarsolyban, lesz még egy irodalmi est, még talán a nyár előtt, ez még pontosan nem körvonalozódott teljesen, de lehet, hogy ez is rabál lesz. Maradjon meglepetés még akkor egyelőre ez is. Igen. Hát ha még lehet annyit mondani, hogy ez a galéria, ez tulajdonképpen üzlet is. Tehát ez most a üzleti része, ami hát nem tudom, nem reklámként mondanám, hanem lehetőségként lehet jönni vásárolni is. Minőségi alkotásokat, nem csak az én képeimet, hanem komolyabb műveket is, meg barátaim képeit is. Mondjuk 20 000-től több 100 000-ig, ki miért szeretne, tehát akár ajándékként, születésnapra, esküvőre, vagy komolyabb befektetésként. Vannak tűzománcok, akvarellek, temperák, olajvásznak, szobrok, tehát szívesen várok mindenkit. Ha éppen nem tud eljönni egy ilyen rendezvényre, van egy nyitvatartási idő, ez csütörtökön 4-től 8-ig, amikor mindig ott vagyok, és akkor is lehet jönni. Nem muszáj vásárolni, egy jó beszélgetésre, és szívesen látok bárkit, vagy hát a kiállítás megtekintésére. Megrendelésre is készülnek egyébként alkotások? Volt már ilyenre példa, vagy lehetséges? Hát tőlem lehet kérni, hát mondjuk nyáron téli tájat nem, de ha valaki mondja, hogy ő mit szeretne, hogy most ő akvarellre vágyik a szíve, vagy pedig egy portré, vagy egy csendélet, akkor természetesen van erre lehetőség, igen. Köszönjük szépen, László, hogy ismételten a vendégünk volt, és buzdítjuk kedves nézőinket, hogy február 11-én, délután 3 órakor, szombati napon, a farsangi mulatozás előtt akkor érkezzenek, és hallgassák meg az első állomását a következő programsorozatnak a Ladócsi Galériában. És egy jó farsangi fánkkal várok mindenkit, ezt én fogom sütni, úgyhogy... Annál inkább ott kell lenni. Köszönjük szépen, László! Az idei évben, február 5-én, vasárnap délután kerül megrendezésre Galgahévízen a Gazda Nap, melyet hosszú évek óta megrendeznek már. Ennek kapcsán láttuk most vendégül stúdiónkban Mészáros Vendelt, a program főszervezőjét. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Kérlek, mesélj nekem arról, hogy hogyan alakult ki ez a hagyomány, illetve hogyan kapcsolódik a te életed a mezőgazdasághoz? Hát figyelj, a szüleim a piacból éltek, én szódáztam, és akkor én jobban összekötöttem magam ezzel a piaci dologgal, és akkor elkezdtünk termelni. Termeltünk, és akkor ugye én mindig szétnéztem a világba, hogy új fajtákot hozzak, vagy a másik placon jobban tetszett a rép, akkor szerettem volna olyat termelni, és akkor így kezdődött el az egész. És 1990-ben volt itt egy falunap, akkor az első falunap, akkor gyűjtöttem össze ilyen vegyszeres cégek, akkor burgonyász cégek, elmentem, mindenkit megkerestem, és akkor így alakult ki, hogy akkor jöttek, támogatták a falunapot, és fajtákot mutattak be itt Galgahévízen. Ha jól tudom, akkor van egy olyan Kft., akivel már folyamatosan, közösen szervezitek. Igen, ez az Agrigo Magyarország Kft. Hát igen, ez különös volt, ezt meséltem már előtte előzményekben, hogy bejelentkeztem náluk, és ugye ők a BEM rakparton van az irodájuk. Ők több, Magyarországon több helyen csinálnak burgonyai mutatót, de az mind hétköznapra esik, ez ugye nem tetszett nekik, hogy vasárnap. És Galgahévízre nem akartak lejönni olyan szinten, mert vasárnap van. És amikor elbúcsúztunk, én közöltem nekem, hogy az én még akkor nagyon kicsibe termeltem, hogy ide figyeljen rá, mondom, a kicsik bő is lehetnek nagyok, és a nagyból is lehet kicsi. És alig értem át a Pestre, a
Vodáról. A híd másik felére? Másik felére már szólt a telefonom, hogy ott leszünk. Úgyhogy ez azóta töretlenül együtt itt vannak velem, és együtt csináljuk ezt a bemutatót. Kiknek szól, kik a célzott közönség, ki a célzott közönség ennek a rendezvénynek? Itt ennek a rendezvénynek a gazdák a célzott közönsége, aki termel. Milyen térségből érkeznek az ide látogatók? Hát tavaly évben már Móralomról is eljöttek ide, Kecskemét, Veresegyháza, a környékünk természetesen jött, ugye Tura, Bag, Hévíz, Jörg, Galga, Hévíz, voltak itt még Boldogról is. Ország minden részéről, azt mondom, hogy nagyon sokan jönnek. Tehát egy országos gazdanapról beszélhetünk. Igen, hát akit regisztráltunk, az olyan 137 fő volt. Tehát a jelenlegi holnapi rendezvényen akkor 137 hát, hol nem esik le a hó, igen, úgyhogy... Értem. Milyen programokkal várjátok az érdeklődőket? Ha jól tudom, nagyon sok szakmai előadás lesz, de milyen témában? Hát a szakmai előadások a gyökérzöldség és a burgonyáról szól itt részünkről. Tulajdonképpen, aki burgonyát termel az vetésforgóba, az valamit termel mellette káposztát, sárgarépát, kalászost, kukoricát, vetésforgó véget. A burgonyát 4 év után, 5 év után lehet visszaültetni. És ezért a föld nem maradt szabadon, úgyhogy valamit kell neki ültetni. Erről szólna a történet, hogy itt a műtrágya része, a kemikália része, ezek a szakemberek, akiket lehozok, mindig másokat próbálok lehozni, mindig elmondják az újdonságokat, kapnak egy kis füzetet, vagy fel lehet venni itt a regisztrációnál, és akkor otthon tanulmányozzák, hogy ő neki melyik szimpatikus. És akkor itt a regisztráció azt gondolom olyan célt is szolgál, hogy akkor a jövőben folyamatos tájékoztatást kapnak, akár e-mailben, akár telefonon az itt résztvevők. Említetted ugye a burgonyát, és a gyakorlatilag a burgonya bemutatóként fut ez a gazdanap, mint szlogen, de miért éppen a burgonyát helyezitek a középpontba, hiszen azért nagyon sok más zöldségféle megjelenik még mellette. Hát figyelj, valahogy én itt maradtam a burgonyánál, és itt Magyarországon 5 ember van szerintem, ahol Magyarországon a fajtákat hoznak be kintről, és ezeket a fajtákat, most 28 fajtát termeltem le innen, ezeket a fajtákat letermeljük 5 körzetben, mondom, hogy Szeged mellett, Zirc, meg még egy pár helyen Magyarországon, és akkor véleményt adunk, hogy ezek a fajták Magyarországon a klímára, meg itt hogy mit csinál, mert az, hogy Hollandiában, hogy terem, vagy máshol, hogy terem, nem biztos. És a környezet. Igen. Magyarországon és Galgahévízen, és akkor 5 vagyunk ilyen szinten, hogy megmondjuk ezt a fajtát, lehet-e behozni, vagy nem. És akkor véleményt adtok erről a dologról, a gazdák pedig eldönthetik, hogy mely fajtában. Ugyanabban a talajban, ugyanolyan kezeléssel, melyik lett beteg, melyik nem lett beteg, mennyit termet, ízhatás, hogy milyen van, íz nem jó, akkor hiába hozunk burgonyát ide be. Természetesen akkor nem fogják megvásárolni, úgyhogy ez megint egy hátrányt jelent. Említetted a szakmai előadásokat, illetve beszéltünk róla. Mely cégek képviseletében jönnek majd az előadók? Hát Agrikosz természetesen, ez már 20 éves kapcsolat, ugye, vagy 22. Keminova, KSK-li jön még, akkor Sándorfi András jön, a vidékfejlesztési osztályvezető, a FMVM, Dupont és Belkin jön még. Rövidre mondtam, hogy rövidre szabják a mondatot, mert ennyi ember azért, ha sokat beszél, unalmas lesz. Én úgy vagyok vele, hogy tartalmasan, és utána mindenkit lehet kérdezni, szóval valakit érdekel, amit mond, akkor oda lehet menni személyesen, megkérdezi, és akkor egymással elbeszélgetünk, mi a tapasztalata, esetleg a használt ilyen vegyszert, és lehet, hogy nem jól csinálta, vagy nem volt jó a vegyszer. Erre például egy kiváló lehetőségként fog majd megjelenni az a vacsora, amit szerveztek. Ezt követően, és ha jól tudom, te leszel a főszakács. Igen, birkapörkölt lesz a vacsora, úgyhogy 3 birkát főzünk. Az igen, az szép kis mennyiség lesz, de hát ennyi embernek akkor hát kell ennyi, is. Ennyi embernek kell, igen. És ezt követően pedig tombolával is várjátok még a résztvevőket, ha jól tudom. Igen, a tombol az, hogy regisztrálja magát, akkor kap egy számot, szóval egy tombolát nem kell venni.
Hát de értékes nyeremények vannak, olyan 10 vetőburgonya lesz kisorsolva, természetesen nem egyfajta. Tehát nagyon sok támogatói felajánlásotok van, illetve elég sokan szponzorálják ezt a rendezvényt. Galgahéviz ad ugye ennek otthont, méghozzá a Kodály Zoltán Művelődési Ház. A Galgahévízi Önkormányzat hogyan segíti ezt a szervezést? Hát őnek nem kell segíteni szerintem, de beleegyezik, hogy mindig ez megtörtént. Szerintem örülnek is neki, hogy azért ismeri Galgahévízt ilyen szinten. Igen, hát ezért nem egy kis volumenű rendezvényről igen beszélhetünk ezek szerint. Hány órakor fog a program kezdődni? Hát délután 3 órakor lesz, 15 órakor lesz. Hát ez két célzásból történik vasárnap, mert a Galgahévízi meg a környékbeli emberek, azok mindig szombaton a kis piacra mennek, és ugye szombaton nem lehet rendezni. A többi gazdatárs pedig a Harsónémi Ócsáról, azok meg mennek a nagypiacra, és azok már hajnalba, hétfő hajnalba mennek a nagypiacra. Úgyhogy ezért csináljuk. Ez volt a legalkalmasabb igen időpont ezek szerint. Remélem, hogy minél több látogató el fog hát érkezni erre. Nem esik a hó, akkor gondolom, hogy sokan lesz. Hát ha esik, akkor is jöjjenek, mert akkor is kell termést vetni és kezelni ezeket a terméseket. És bízom benne, hogy nagyon jól fog sikerülni. Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk. Köszönöm szépen. A számítógépes ECDL vizsgára való felkészítés népszerű dolog az elmúlt évek során a középiskolákban. Ám térségünkben Domony község kiemelkedő teljesítményt nyújt ezen a területen, hiszen ők már az általános iskolában megkezdik és megadják a diákoknak ezt a lehetőséget. Szeretettel köszöntöm Kisnégy Úró Ilona, informatika tanárnőt itt a stúdiónkban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm, és a nézőket is. Ilona, első körben arról beszélgessünk, hogy mi is az az ECDL? Az ECDL az végeredményben egy alapfokú számítógépes írástudás. A pontos neve Európai Számítógép Használói Jogosítvány megszerzésére irányul ez az oktatás, ami 7 modulból áll. Melyek ezek a modulok? Mit lehet itt elsajátítani? Hát az első és legfontosabbat az operációs rendszer, táblázatkezelés, szövegszerkesztés, prezentáció, webkezdő, ez ma nagyon menő, képszerkesztés és internet, ezekből vizsgázunk. Ha jól tudom, akkor az önök általános iskolájában, Domonyban már a 90-es évek végén is volt felkészítési lehetőség erre a tanfolyamra. Igen, hát végül is ekkor kezdtük. Tehát engem ekkor iskolázott be az iskola informatika szakra Egerbe, és azt gondoltuk, hogy akkor, ha már ilyen lehetőség van, akkor valami jót, valami nagyobb dologba fogjunk bele, ugyanis a gyerek létszám mindig is gond volt Domonyban, és valami újszerű dologgal szerettük volna a gyerekeket itt tartani. Aztán a következő mérföldkő önöknél ebben a témában az a 2002-es év volt, amikor egy pályázaton már megnyerték azt a technikai felszerelést, ami háttérként szolgált ezekhez az oktatásokhoz. Bizony, ennek nagyon-nagyon örültünk. Ez 5,5 millió forint volt abban az időben. Az egész iskolai hálózatot meg tudtuk oldani, a gépterem felszereltsége, laptop, projektor, tehát ezek a lehetőségek nagyon-nagyon elősegítették a munkánkat. És még volt ennek a pályázatnak egy nagy előnye, az, hogy vállaltuk benne az összes pedagógus ECDL képzését, és akkor bizony mind a 12 pedagógus elvégezte ezt a tanfolyamot. És ez pontosan az én bizonyítványom. Tehát én is elvégeztem. Oktattam is, és el is végeztem közben. A diákok részére egyébként ez be is épült a tanmenetbe, ez a dolog? Hát eleinte igen, ugyanis emelt szintű számítástechnika oktatást tudtunk végezni egy jó pár éven keresztül, ez heti 2 óra volt, és kifejezetten saját tanmenettel beépítettem ezeket az anyagokat. Viszont aztán a következő önkormányzat elvette az óraszámunkat, és akkor ez az oktatás szakköri keretben folyhatott tovább. Tehát azóta is csináljuk, csak most már szakköri keretben.
Most azonban ismételten egy jelentős lépés és változás következett be ezen a területen. Így bizony, és erről a múltkori adásban, vagy az előző valamelyik adásban már beszéltünk. Az aszódi pályázat, könyvtár pályázata lehetővé tette, hogy ebből finanszírozhatjuk ezt a szakkört. Ez a szakkör tehát akkor, ha jól értem, egy éven keresztül ingyenesen elsajátítható. Kik azok, akik jelentkezhetnek, illetve milyen feltételei vannak a részvételnek? Bárki jelentkezhet, aki iskoláskorú. Régebben felnőtt tanfolyamokat is tartottunk, de most már nem. És most is bizony visszajárnak hozzánk az evangélikus gimnáziumból, a csengeiből, azok a diákjaink, akik tőlünk mentek el. Ők ugye eddig fizetősek voltak, most az idén a pályázat kapcsán ők is ingyenesen végezhetik. Illetve tudom mondani, hogy jártak hozzánk Gödöllőről, egy-két tanuló Turáról és Aszódról is. Tehát mindig volt külsős gyerekünk is. Tehát akkor az általános iskolás diákok mellett a középiskolás korosztályú nem, diákok ők is. Ők is általános iskolai korosztály. Ők tehát is csak igen, az általános igen, iskola, tehát nagyon, kizárólag az ő részükre. Igen, ugyanis nagyon nehéz ennyire különböző korosztályú gyerekekkel együtt dolgozni. Tehát lehetőleg azt csinálom, hogy 4., 5., 6. osztály egy csoport, 7., 8. osztály egy csoport. Most például összevont csoport. Vizsgázunk webkezdőből 14 fővel, és akkor itt a 6. osztálytól a 8. osztályosokig vannak. Hogyan zajlanak ezek a felkészítések a szakkör keretében? Hát ez nagyon érdekes. Nagyon kevés elmélettel szeretek indítani. Ugyanis ennek a vizsgasorozatnak szerintem a gyakorlat a lényege, és ezt a gyakorlatot meg is szerzik ott. Tehát amit lehet, minden nagyon-nagyon begyakorolunk. Ugye a vizsga feladatlapok, hogyha ön ezt elvégezte, akkor tudhatja, hogy milyen falamúci, sokszor nehezen megfogalmazott dolgok. De hát le lehet ezt fordítani a gyerekek nyelvén, és nagyon ügyesen dolgoznak. 8 kezdő gyerek van operációs rendszerből, velük is most megyünk 10-én vizsgázni. És hát azt szoktam mondani, hogyha 45 perc alatt kétszer meg tud csinálni egy feladatlapot, akkor nyugodtan elengedem, mert akkor már ha hibázik is, így van. Tehát nem csak jónak kell lenni, hanem gyorsnak is. Mi történik abban az esetben, hogyha valaki kedvet kap ehhez a fajta lehetőséghez, és jelentkezni szeretne? Kell-e várni a következő csoportindításig, vagy menet közben is be tud csatlakozni? Mivel modulokból áll ez a vizsgasorozat, ezért bármelyik modul kezdéskor be lehet csatlakozni. És aztán majd később végzi el, amit a többiek már megoldottak. Tehát akkor, ha jól értem, akkor ezek a modulok nem feltétlenül épülnek egymásra, hanem a sorrend az tetszőleges módon teljesíthető. Így van. És modulonként kell a vizsgákat így is. Így van. A Gödöllőn a Prompt vizsgaközpontban vizsgázunk. Hát azóta már ugye 11-12 éve nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk, és nagyon dicsérik a domonyi gyerekeket, hogy felkészültem, mennek, ügyesek. Fiatalok és mégis ügyesek. Valószínűleg nem véletlen, hiszen az oktatóik is már rendelkeznek ezzel a tudással és tapasztalattal a hátuk mögött. Hát igen, végül is már harmadszor változott meg az ECD elkövetelményrendszer, mióta dolgozom ebben a felállásban. Tehát akkor szinte folyamatosan frissülő tudásanyagot kell átadni. Így van, és nekem is folyamatosan frissülnöm kell. És képezni magamat. Így van. Hogyha az általános iskolás tanulók ugye a 8. osztály elvégezte után majd középiskolába jelentkeznek, akkor ez jelent-e valamiféle előnyt a számukra? Jár-e plusz pont azért, hogy ők rendelkeznek ezzel a számítógép használói jogosítvánnyal? Hát ez ismét érdekes dolog, mert középiskolában nem számít. Rá szoktuk írni a jelentkezési lapra, és akkor tudomása lesz. Így van. Viszont középiskolából felsőfokra már számít. Tehát ekkor pluszpontokat adnak, illetve akinek megvan ez a jogosítványa, az mentesül az informatika tanulása alól is, tehát a vizsgát megkapja.
Így van, és hát ha a pluszpontokkal nem is jár, mindenképpen előnyt jelent, hiszen azért a középiskolai tanulmányok során már kézenfekvően tudja alkalmazni ezt a megszerzett tudást a számítógépes ismeretek terén. Igen, és általános iskolában máshogy alkalmazza, és középiskolában megint csak máshogy alkalmazza, mert akkor már az ő nagyobb tudás anyagával. Így van, pontosan erről szól a dolog. Milyen formon lehet önökhöz jelentkezni, hogyha valaki kedvet kapott ehhez az oktatáshoz? Hát a Domonyi iskolában keressen engem, és adott a dolog. Ennyi. Köszönöm szépen, Ilona, hogy a vendégünk volt, és kívánok minél több sikeres vizsgázót és tanulót önöknek. Én is köszönöm szépen. Önök a Porta 29. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Műsorainkat, köztük a Porta magazin összes korábbi számát is megtekinthetik internetes elérhetőségünkön a www.regioplustv.hu honlapon a videótár menüpontra kattintva. Tartsanak velem ismét a jövő héten is. Viszontlátásra!